szegénységben vigyáztál-e ám? De most mi vigyázunk rá. Mindjárt viszem, bátya! Reggel óta itt vagyok, amúgy reggel óta csak, hogy Csicsi, igyál valamit, vagy valami, segítsd. Sokat írek én ebből a büfejbe. Jó, ha megyek, szedem én is össze, akkor már nézd meg ne. Szedjed össze, mert alig dolgoztál. Szalát éltek hol? Ott van abban a dobozban. Nézd meg össze. Na már, Don Quixote, dofi. Hagyjál, hogy szígeidd el, ma. Már napok túl tőlem ideges vagyok. Zavarodó. Na is figyelj rám akkor, jó? Mi van? Nem kell meghallgatni a feleségedet. Csak a feleségedet, na mondjad. Május 25-én lesz a felesége van, szóval még nem benne. De az vagyok. Gyere, baba, gyere, baby! Na, akkor nem kell meghallgatni az én gondjaimat, meg se a többi engemet, és soha nem tudtam meghallgatni. Már napok úgy, hogy gyomorítékban van benne, mert... Na, miért? Na, már rossz fel kell is! Miért? Mert... De amúgy te most mit tudsz? Baba utcált. Mindegy, ilyen azon a kórolatnak a gyereke. Mindegy. Már gyomortegámból fel kell is. Ez hogy szülelmény? Mióta felkelek, anyós mindig kötőzködik velem. Miért? Mindenbe beleköd, hogy csináljam a dolgokat, mit ne csináljak, ezt meg azt csináljak. Beleköd, érted, hogy gyomortegámból már fel kell. Hol van? Egy személy. Mi ez a nagy kupa itt? Semmi értelme. Ki készítem a tárgyat? Hogy megkínálnak reggel óta, mint te csicska, itt vagyok, és takarítok. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Az biztos valami alkot kész. Hogy van a kuka? Látod, Gyuszi? Hogy van a apám, vigyál egy fél decit, vagy vigyál egy üvegcsöppet valamit. Nagyon jó, olyan van. Mondjad már, lakfúrom, dolgozom, mert nem láttam el. Nagyon jó, pálinkákat tudok elkezdeni. Na. Nyaljam ki a pókodat! Te nem szok bele! Hát egy kicsit! Na, miről van szó? Na most beszéljél, na most, hogy bejöttem! Nem az volt! Anyós, kint volt? Kint volt? Honnan jött, anyós? A WC-ről jöttem be, akkor szétek! Az álmát mesélt, az álmát! Ti meg tudtok engemet, ti ketten kipakhandák! Anyós, ő nem messzül jött! Mert szülükkent, hogy valami jövék a fürdőszobából jöttem. Az álmát mesélte, mondod már. Há, hogy mit álmodtam? Hát én szeretem a nyomsomat. Nem azt mondtad? Akkor mit mondod, mit hallottál? Mi honnan hallottál a nyomsomodatomat? Hát, hogy én veled kötözködök. Hát így volt, igen. Stefánnak elmeséltem épp az álmomat. Jaj, mondom, hál' Isten, mit szerencsére. Nincsen ilyen anyósom, aki kötekedik vele. Azt mondta, csak nem hallottad az elejét. Mindig ilyenkor az előzmény. Minden este imát mondok anyósomért, tudja? Ilyenkor az előzmény. Tudja, minden este imát mondok anyósért. Miért nekem nincsen, senkinek nincsen olyan anyósom. Emi, hát mi változol? Hát, amúgy biztos, hogy én anyósom, sose nem lesz. Hát ez az, egészséges legyik, bátor legyik, minden, én azért imádkozok a nyomsággal. De mondom, hogy nem hagynál, remélem engemet, hogy engemet... Ó, de hogyha... Szerintem kitekálnál a téged szintivel, te. Úgy is válsz engem a legkevén nepet. Ki tudja, te is nagy csúnyi lettél, már nem olyan vagy, mint úgy a baltár. Na most, Stefán, nem kell számolni. Hát,
Az anyáid bármire képes. Hát én azért nem hagytam még a szülői házat. Nem azért, mert nincs pénzem, hanem azért, mert szeretek téged. Hát, nincs pénzem, de... Ő már igaz, hogy csak a támogtál. Vagy ha én csak azt mondom egy álmodat, akkor engedje... Mondd el neki az álmodat, mondd el neki jó részletesen. Mondd csak el neki. Na, az elejét ő mondja. Itt van Szintik, itt kérdezd meg, ha nem álmomba mondta. Mi ez? Friend. Ital, az összes ital. És még hozzá minőség ital. Úgy Petra az a dolog. Ezt mondtam, hogy itt van. Nem így én vagyok a csicsi. Na ne félj, mert rám bíroztok, én máma ne félj. Beszállgat. Ni. Most mi? Na, az így. Úgy kezdődött az egész, hogy álmos voltam, azt elaludtam. Az így. Feküdtem, azt elaludtam. Azt elkezdtem álmodni, az agyom elkezdett álmodni. Hát csak álmodtál, hát mindig ki szokott álmodni, hogy álmodtál. Azt álmodtam, hogy de, már nem emlékszek rá, mit mondtam neked? Azt mondtad, hogy azt álmodtad, hogy kötözködött veled, Dani, mert segítettél neki, azt akkor is bántott téged. Ja, igen, pontosan egy ilyen vitát álmodtam ki, de Merry Christmas van! Díszítsük a házat! Hát nagyon kemény. Nagyon jó, igaz? Édes kés. De hogy van, izéni? Karácsony öltek valakorunk. Sissük a mélyteres réteseket, kalácsokat, mindent tegyünk ki az asztalra egybe. Jó, jó koktélitalokat, minden ide az asztalra. Szintén te bolondbombát vettél, és te fármel együtt. Nem látod a kisztányt? A kisztányt kell rejány a mizé. Kell neked kalács? Igen, kell. Jó, kell neki, hát nem csinálni. Bolondságotokra elégyetek, kérjetek egy időpontot az orvoshoz, hiszen mondjátok meg, hogy de nagyon bolondok vagyunk, adjon egy időpontot, mert rávert az agyunkra az agyvíz. Előre hagyom, le kell sütni a kalácsokat. Karácsonykor tudjunk pihenni. Két fogtál nekem, így a Stefán helyén, így tiszta bolondai vagyok. Bolond nő vagyok. Hát van benne. Agyos, ámen mondok mondjuk minden este magáért. Bolond nő vagyok. Szinte sűsök a kalácsokat, nem vele. 3 hétig átároljuk a kalácsokat, vagy hogy lesz? 16-a van, anyu. Hát pár nap múlva karácsony előre. 3-4 nap az karácsony. Ha. Na, holnap lehet belekezdeni. Akkor ne kell, már mindjárt egy honnan mondnák a csütük, ne fele. Kis Jánok, így csinálni kell, meg tudom mindent. Tégis sajnálok, kis Jánom, hogy olyan bolond anyád meg apád van. De az a lényeg, hogy van egy okos mamád, meg egy papád. Te nem is vagy okos, gyerekkorodban izével játszottál bogarakkal. Mivel? Bogarakkal. Most ki nem játszott gyerekkorában bogarakkal? Hát én mondjuk én. De neked nem volt gyerekkorod akkor. Te játszottál bogarakkal? Már látod, is se lehet voltál gyerekkorodban, mert más gyerek játszik bogarakkal. Anyós, a gyerekek a bogaraktól félnek. Ami gyerek bogarakkal játszik, az kattanós. Há, jó, beszél. Persze már. Én akartam, annyira félek a bogaraktól. Jó, igaz. Húzzad meg már meg! Jó! Fú! Büdös! Vigyázzon meg a büdös. Erre borítsd már te! Megértjek. Kérlek, milyen büdös egy figgadi. Itt a tőke. Ha
من بگرخ من بگرخ سرودم Te beszori voltál! Köszi. Meg apáltam, kemény gyerekkorunk volt. Mi nagyon benne voltunk mindenben, pókokkal, bíkákkal játszottunk, meg ilyesmikkel. Na nem is abban, amit így telefonoztunk. Akkor megcsípett titeket a pókhoz, ápáltatok a pókember. Istenem, mi kukoricákba játszottunk, erdőkbe játszottunk napon, ilyen dolgok. Meg ilyen idején még tégladarabú cserepetkel játszottunk az utcákon. Hát azt az régi sem. Vandáztunk minket, meg sejtek voltatok gyerekkorotokban már neve. Meg beszélezte. Hát, nem jól mondod. Hát, hogy kint fociztam én is, nem? Kint fociztam szomszédokkal, meg ezekhoz. Kint mentünk a rétre, bolondoztunk, főztünk. Magadba fociztál? Magadba fociztál, akkor rosszul emlékszem. Tényleg? Te is magadba játszottál? Nem volt barátom, azt nem sajnálom. Ő volt a bolond. Gyerekkor... Akkor oda képzeltem az embereket. Mi gondoljátok, hogy itt egy modell gyerekek vagytok, azt itt vagytok itt a nagy janeszók, okosók, nagy habiki vagyok én. Mert régen állok mi gyerekkorunkat meg lenézitek, ne azt hiszitek, mi öregek vagyunk aztán. Há, primitívak vagyunk, lelkem bogorokkal játszottam. Mi voltunk primitívek. Mint Finlandet is tudtuk ám. Hát jó, azt te is tudod. Hát azt mi is tudjuk. Hát azt mi is tudjuk. Hát tudjátok azért le, mert kipakandátok engemet. Álom volt anyós, ha letérdebbe neki mindenki előtt. Hát, csak most ne térdebb be, éleve nem szabad már. Gyere ide, szegény kislányom. Gyere ide, ne is legyél velük, itt legyél én velem. Itt van neked a mamád. Nem ilyen szép. Itt van neked a mamád. Nem mosulik az apjára. Zapjától bolondok nem kell. Ugye én mondom, hogy saját magadat nézed le, mert velem vagy. Legalább példát mutassatok a gyereknek, hogy milyen okos szülei vannak neki. Ezt figyelj, Szintike! Na, akkor kettő megtessem meg! Ezt figyelj, ki fogja mondani. Szintike, hogy én megszeretségre hitetetlenséges kejtekért. Mit tesszettől kimondani én a fanyelvű? Nem mondj majd a kisjány. Te tudsz fanyelven beszélni? Ifi, a famofon neked. Ez mit jelent? Mondd meg a neved. Mit beszélsz te? Bolondjukból bolond szélfú. Nem bolond szélfú, bolond jukbú. Miért zavartok így össze? Ezt még én sem tudtam kimondani hirtelen. Közmondásban én vagyok a jó, ne próbáljátok velem versenyt felvenni. Bolondjukból bolond szérfúj, nem? Egy szolgálnak a majomnak, de hogy is. Nem vagyok én olyan szolgálnak. Na, mi van? Mi van? Hát csinálom ezt a takarítót itt. Már mit kell takarítani? Hát csináljuk. Ennyi munka van itt. Igen. Te meg azt mondtad, bolond lyukból bolond szél fúj. Mit mondtam? Nem, nagyon se azt mondta, bolond szélből bolond lyukból. Bolond szélből, nem mondtam ilyet. Hogy mondtam már? Nem tudom, már is, hogy mondtad. Már Christmas! Karácsony van minden!
Menjék, az ki a bájról, aki tud az utcán. Merry Christmas! Vágjunk le itt a kertbe, karácsonyfát hozzuk, beállítsuk be. Hehehe, tényleg karácsonypát rendeltem kissel, meglátjuk, ki akkor a szemed. Tényleg? Azt hiszem. Nagy lesz. Most meg már idéni, nem Kínából, Hongkongból rendeltem. Hongkong? Igen. Jönnek ide a hongkongiak? Há, jönnek. A Hongkong, a súak. Ne. Menjél hazafele most már. Menjél hazafele most már. Nem megyek haza. Érted? És akkor a vécsőke, itt addig megyek haza. Mit tesz? Ez a vizé? Addig én nem megyek haza. Nem Istenem, figyelj. Istenem. Nem fogok kinyitni. Nem megyek haza. Nem mész haza. Mit jöjjön le, szíjjam, hogy gyomorodat neked is. Szedjétek felfel a sárt, izé sepregessétek a sárt felfele. Az egész falamat így meg a sárt. Legleptened, mamma? Takarítsatok már ki, könyörögök egy kis fel. Én már úgy össze vagyok takarítva itten, hogy össze már... Össze vagy takarítva. Na, menjél most már hazafele. Elég fontos egy... Nem mondom meg, hogy mikor menjek haza. Már haza megyek akkor, amikor én akarok. Na, igen? De... Jó, van. De hogy estél oda be abba, vagy pocsolyába, dagonyába? Megcsináltam én már. Megcsináltam. Nem éva. Jó, Csicsi. Efé, soha nem voltam. Milyen Csicsi? Gyuszi! Mi van? Gyuszi! Na? Gyere, mamma! Miért mondtad ezt? Hát ívod, bátya. Gyuszi! Most élénk akarom mondani. Ivott. Ivott. Mit ivott? Nem tudom, de az biztos, hogy ivott valamit. Hát, ittál valamit? Én nem, sosem autóm tudom. Mit ittál? Mit? Mit? Mit ittál? Mit ittál? Még azt sem mondtad, hogy így a palom. De mit ittál? Hova mit? Ne menjél arra, mert ha látom, hogy össze... Persze az ajtó. De is ittál. De összevisol. Van itt egy minden, merre itt az valaszt, tehát te viszél ezt az ajtó. Menjél minden elfele, mert már itt nem jól. Ne odiváljál már, ne, hát felmászlok. De itt azt, jó, ki vagy rúgvölcsém, mert nem csinálom. Hova mit már? Honnan hoztátok el arra? Honnan hoztad az ital, hogy itásámat? Ha így is, addig ne! Az idegben volt, benne vagyok. Itt fogok aludni, esküszöm, ezt csinálják. Az is volt, mert német micsak be, bekentem, majdnem beglett az egész falamat sárral. Beleesett, mint egy varacskos disznó. Na. Na. Két rossz helyet akarít csinálni. Engedd neki, tesám, te is, ezt csinálom. Te is tudtad. Tudta! Én nem tudtam. Ne. Hát szerinted miért esettel? Semmit nem ittunk. Menjünk ott egy területre. Nem ittok ki, én ezt nem csinálom. Menjél hát odott! Veli szíja magát, itt esik bukik, figyeld meg itt a balesetből a kórházat. Álljál már, hát most tetlefes fel! Álljál meg, menj neki most tetlefes fel! Ne. Ége féljél. Akinek dirdúr csaptam a hasa. Bolondod láttam, jaj, el kell vinni közeltetni. Jaj, bolond istenem. Hongkong, mi a kár? A nagy, izé, sushi. Nem erre néz a kínaiokat meg a japánokat? Már kik a port? Nem, sushi-t akarsz mondani, tudom-e, jakuzákat. Nem jakuza, amely... Ilyen nagy... Sumósok. Sumósok. Az miut a hongkongiak? Most meg közel van a sumósoknak a barátokban. Jönnek ide, megtámadnak az ajtón, alig félnek. Belerúgnak minket a hasukba. Hát, megtámadnak, mert rendeltünk onnan egy karácsonyfát karácsonyra. Ó, persze, mert izé hongkongból jönnek ide, izé. Anyos, ne rendeljen a karácsonyfát, meg ki. Akkor hóna, Amerikából rendelünk, írtunk ki az FBI, vagy mi? Nem láttuk. Nem neked találták nem szabad megadni a tokat. Lények nem látnak. Nem neki találták ki a világot, szerintem ő egy másik dimenzió idősíkon él. Vágjunk rendet, itt minden egy tettőre, érted? Azt utána haladunk. Én már kitakarítottam. Ez is. Vigyetek le mindent a kutyaholba oda hátra. Ja. Takaríts, fel kell itten porszívózni mindent. Fel kell súgod. De meg menjél haza le, egy szíves, mert ez így nem segítség, amit csináltál. Te leittad magadat, teljesen. Kicsoda? Hogy ittad le magadat két percen belül, magyarázd már meg. Hogy kell jövöm magad. Hogy? Te mit csinálsz, tesóm? Most komolyan mit csinálsz? Azt mondta, hogy szedjen fel a sárt. De kapálok, tesóm! Szóval hagyjuk is ezt a világot. Szintén három nap múlva, Merry Christmas lesz, nyugodt legyek. Nem három. Nem látom, hogy meg fog oldíszítani. De nem három, 16-a. Merry Christmas! Már lassan már húsvét van. Beszél ezt, de hol él?
Ez hol él? De úgy ő már 20, mikor már augusztus 20-ánál jár. Ki ez? Várjál. Niki. Amúgy meg jó sokáig jön már. Shhh! Halló! Halló, Stefan, nagyon nagy baj van. Mi van? Mi baj van? Azonnal le kell gyere, de apó fúj berúgott, mint a csacsi. Oda kell vigyed. Ne játszál! Tiszta sár mindenethez! Úristenem, most ez komoly? Komoly, megivott egy nem tudom mennyi. Úristenem! Berúgottam, hogy nem hallom, mit mondt anyu? Még én hiányzott a gyorsanak ez a nagy lelkület. Hallgassál, hallgass, mert nem hallom, mit mondom neki? Gyere lefele, vigyed haza, katasztrófa, ami itt van. Katasztrófa! Megyek, jó van, megyek, megyek. Csak. Adjál neki most, és azért tudom, mit kell neki mondjál. Oregonnava, Don Quixote do Flamingo. Tudom én, hogy mit kell mondani, reggel után amúgy is oda van. Hát ezért van, akkor az ottan lett. Hát ezért akart ezért. annyira lefele menni, máma. Iszi! Nem kiszagolta ott a dolgokat. Hú, sembesz. Hú, mögé benne jár. Látom a baját, Istenem, mi kell, hogy mindig egyet verjen? Állandóan ügyen várnom kell, és ennyire nekem a szó semmit. Most tesó, most komolyan most néztek engem, és így mondtok, hogy nézik álljunk bár. Még sem mondom. Semmit, te csak... Nem mondtak semmit se. Szíjjankod gyomrodat meg a mellkasodat. Mondjad be. Tűnyörgök. Csináljátok már, te is Gyula, ne játszatok már vele. Ott van az a kerék, hogy a polókocsiban vigyenek engem azokkal a kerekekkel. Fúrják fel arra. Ezt kiválogatok. Mit válogatok? Jó van, szavaztok, szavaztok. Szíjjon ki neked is azt a malacfüledet. Sziasztok, szia Sovány pápai. Tesó, mit csinálsz most? Miért nyomtad össze azt a csövet? Mondd meg nekem! Mert hogy hamarabb rá tudod dugni, amire kell. Nem, hát hogy egyben no. Minden. Kutyavolba vigyetek a hátra mindent a kutyavolba. Rakjátok be itt mindent, tényleg. De elmondtam azt, hogy tudod, ne csináljátok semmit, csókolózzatok egymással. Jobban összeköltöznétek. Komolyan. Na, hát milyen? Tesó, mert így nem fog, mert nem fog kinyitni gyereket. Hozzon a talit, csináld meg bátyára. Ez már rég ezt a telepet fel kell tökön szintre. Te is kell bátyára, igaz, ha van. Csináljuk, viszem a teletüket. Ez így. Nem érdekel, csináljuk. Tényleg így haladjunk. Ez mi? Pocsijaj. Igen, rakjaj, rak, de tömít is. Az egyik végig eltűnt. Ne kapáljál már, tesó, mikor rak már le, könyörgjük azt a kapát. Nem kell kapálni. Akkor hátra viszed neki. Na.
Csinálj! Lefúrtad már? Mi? Nem magam azt fogom felfúrni, ugye itt fogok csinálni folyamatosan, itt fogok így, lesz akkor kalap a fejemet. Istenem, kám. Anyu ezt meg fogja tudni? Tudd meg anyáról. Anyu ezt meg tudja, hogy te most itt áll, vége lesz. Meg fogja tudni, már reagálzi rajtad. De miért itt áll a puhá? Azért, mert egész több lemborsz, nekem azt tud, igyek valamit, meg minden, de most... Még hát bemész a sziszó, nem? Nem. Hát most csak nem tudnak úgy figyelni, Gyuszi, most meg munkákba van. Gyuszinak mondtam, hogy érjenek Gyuszinak, hogy hozzék egy kis anyagot nekem ide. Akkor Gyuszit adott le. De Gyuszi, az nagyon jó. Gyuszival még el lesz számolva. Az a barátom. Csinálod itt egy kórházat, tudod, udvarba, hogy mit csinálod? Milyen kórházat? Kajádát csinál, csinál kajádát, megyünk oda enni. Megyünk oda, megeszik ti az egészet. Nem kell, nekem még azt sem mondja, hogy itt van, így áll egy pohából, vagy valami. Hát most csak nem itt ad le, mert akkor nem tudsz dolgozni. Most az jó, ha megiszol egy sört. Az idegtől van már, nem? Most megiszol egy sört, jó, hadszőr a munka, jó. Mehet, leteszel a jó sört, jó, most nem hideg, már most hideg van. De az dolgozó. Jó, van. Megyek haza most már én is hozzá. Hát nem biztos meg otthon alszom. Na akkor hol? Hát... lehet. Na hát, hogy te vagy zsak. Mit? A keletetet pár. Na, én is a kirakjátok fel tetőre, fel nevelik. Ezt ide honnan tegyem én magam? A másikat mit csináljak? Mit? Másikkal, hozzam ide. Nem, rak fel tetőre, az is te van, mind a kettőre menőre. Ezt ide, most ide vétetnek rá, most hol tegyem ezt a szekrényhez? Gardra. Hát, itt a nyakod a gyerek. Hagyjál már, hogy tegyem, várjál, annak kell fel. Az ideggel megy, amúgy esküszöm nektek el, komolyan mondom nektek. Ó, bátya, nem fogod meg a végét. De, hogy meg figyeltem, vigyázz meg. Fúrjad most össze, vagy mi? Most mi van? Songokulat gyerünk! Nézd meg, összetörte! Mit törtetek össze? Azt a gardrobot vagy ilyen. Apad, mi? Ez a tiszta, semmire van. Nem, meg esküszöm. A gardrobot összetörte. Vigyetek már könyörgöt, vigyétek le a kutyaolba. Felraktad tőle? Ezzel, hogy mit csináljak? Mit? Azt rakd ide félre. Mindent vigyetek le a kutyaolba. De már meg... Jó van. A kutyaolba, vigyetek mindent, de te meg felraktad már a töltőt! Nem, bátya, nincs meg a töltőt. Ez az. Akkor keresd meg! De ez az, hogyha nincs meg, akkor mit csinál? Hát, akkor már nem is töröm, ha már te is lehetetet. Nem tűnhetett, te nem egy tű! Nincsen! Keresed tovább, hogy csinálj könyörgőt. Nézd már, meg ott van! Jó, azt a jó piercinges aurudat! Benne van a kadumba az áramba! De nincsen ott, ha ne játszatok, ha neveszek, a tényleg csak feldugod! Ne játszatok! Vakszemű nem lássa. Baddál már! Na, most is szerinted látni fogja? Na! Én nem vagyok ki már semmiben. Várj, te nincs itt! Nincsen, nincs itt! Csak az valami kikint! Hol a tényleg? Férjös feleség! Keresít! Férj és feleség! Hát Istenem, de hát nincsen bátya! Bátya! Csak ez van rá, a többi nincsen ott! Nincsen, mi lehet ő Istenem? Szívjam ki, jó, az nincs áram, meg a töltő, bátya! Nincsen tényleg! Itt van bedugva az áram! Vigyázzatok ott! Vigyázzatok ott! Na, de tényleg nincs itt. Két vakszegy. Ott volt bedugva. Na, van, na. Tudom van. Na, hol van? Hova tettétek el a sehova. Én sehova. Várj, felakasztom magamat máma is köszönöm. Várj, ahol Henkel csővel fogom magamat, itt csüngök máma fel. Mondta, hogy nincs. Jó, ki vagytok rúgva, menjetek haza, én nem dolgozok már. De várj, nem tettünk el semmi. Ránk fogod. Ez most tényleg ránk fogja. Keressük meg valahol, ez így nem jó. Lát, de hova? Hát ez én nem tettem el ezt, akkor miért? Biztos te vitted haza. Ki akarsz rúgatni minket? Na. Hova tett? Én nem tettem sehova ember. Te vetted le múltkor, ma akkor a töltőről, mikor fel volt töltve. Ide volt beledugva, hova tett? Én nem tettem sehova. Oda volt beledugva egész napig, te meg el. Most akartam rádugni, én mondom, hogy nem tettem sehova. Biztos, hogy te raktad be valahova. Ez az aksi. De mondd meg.
Hol a másikak se? Én nem tudom. Gyula, ti fúrtok, én takarítok. De nem tudom, hogy hol van. Figyelj, én annak szemben. Én nem tudom, nézd, Gyula, nézd, Gyula. Csáu, én takarítottam. Én egész végig takarítottam. Én még ott voltam végig fúrni, fúrt a vizét. A tetejét. Itt nincs meg. Nincsen meg. Ne dobálom, csak a pedig. Megjöttetek! Jó, Fakanállal is is sem? Hát adjál a Hogy kórházat csinálta. Nem tudom. Hol lettél ilyen sáros? Az én össze vissza vannak dobálva mindent. Na, csak kész fülöttél, hogy mit csináltál? Mit csináltál fel a szepán? Nem tudom, hogy ilyenek. Megjárjon meg! Üssen meg! Üssen már, fegyél, üljél. Szepán, mit a fürdő szobában vett le róla a ruhákat, takarodjatok ki. Mire takarít, fülde! Hát nehogy maga fektes nekem így az ágyba. Jaj, anyu világrám, nem tudom. Hány ujjamat mutatom már? Menjél már, te is hány ujjamat mutatok! Majd neked én megmutatok, hogy meg a szemlegét! Én miért kapok ki? Megmutatok neki az ujjadat, hogy mindenki kifele. Vicky, ne testesd le! Gyere, majd holnap számolunk! Ó, holnap számolunk! Tiszta pánika, Istenem! Vigyed már befele! Magálljál, anyu, én rám halsz! Te vagy a feles férje! Te vagy a felesége. Nem értetted? Te még te is pofászol én nekem? Gyere már! Jó lesz, Bálint. Halló! Itt vagyok te. Hol? Itt vagyok. Lent az aknába. Na mit csinálsz az aknába? Gyere gyorsan fel! Hagyd! Itt vagyok! Mi kell? Van izé, gyújtótrafó, van klímakompresszor, van generátor, mi kell? Nem tudom, van. Mi? Ez jó lesz. Halló, halló! Ezt kell neki, úgyis jön mindjárt. Halló! Ki az? Halló! Szevasz, Borec! Ki? Mit akarsz? Szóval egy gyújtótrafót jöttem. Mondom, hogy nem tudom, hogy árultok egy gyújtótrafót. Tudom. Na azt mondom, hogy azt nézem már meg, mert kéne az autómban. Ide, kiraktam már. Na. Te írtál Facebookon? Én írtam. Na. Nagyon komoly. Tudod, hogy szikrázik ez? Igen? Na mennyire? Mint a villám. Annyira fáj! Hová? Na, minden részletre! Hát, te haludtál, ki tudja, hogy ne
Nem tudom. Nem megtámadtak téged a varjak. Kutyát vagy valamit. Lehet, hogy varjak megcsíptít. Ez testvérem nagyon komoly. De biztos, hogy én ne úgy átvágjál már, mert voltam három embernél körülbelül, azt át akartak vágni. Ezt ne úgy izé legyen itt. Mivel akartak átvágni? Hát nem működött. Azt hittem karddal vagy valamivel, nálam nincsen semmi se. Itt a testvérem, ezt a berakod, bekapcsolod, villámokat fog beleszólni a motorba. Nagyon komoly. Hát biztos, ha én már most izé az autóban mondom kéne, azt nehogy izé itt legyen, hogy berakom, az fölgyullad az autóban. Nem, ez biztos, 18 ezer íratom ezt neked. Figyelj, csak a boltban volt 13 ezer ír. Ne játsszál. Igen? Igen. Hát kit érdekel a bolt? Ez komolyabb. Hát de várj, boltban újonnan volt 18 ezer akarsz. Nehogy izé legyen. Figyelj csak, mert berakom azt izé. Azt én adom testvére, mert garancia van. Arra nincsen garancia. Igen? Hát hogyne? Hogyne? Hát vannak papírjaim is róla. Na, nem ilyen papírig van. Nem tudom, miért te lenne a csúf van. Mindjárt meg kell válni, túl van a papírig, van. Van. Van? De ne rafinálkodjatok. Nem rafinálkodunk. Na, ezt 18-ban adom neked. Mondom, ha visszahozod, visszaveszem neked majd egy két évig. Figyelj! Ne na. Legyen igazunk, 17-ben megveszem tőled. El van most már. Hát a fejem is van. Csinálok már neki, így gyújtadat van nekem. Most már mondjál hidegek mindig. Alig bírom az oldalamat. Még a nyakom is. Jó. Leszilánkoljunk ki kicsit. Neked se legyen igazad, nekem se 17.500. 17.590, aztán már viszem is el. Honnan az a 17.090 forint ír? Na szállod. Még nem túl felvág. Na, figyeljetek már. Na? Meg izé. Na, várjál már, az micsoda hír. Lehet, hogy még ez? Önindító. Önindító? Önindító. Igen? Igen, ez is hozzávaló az autóhoz, ahogy írtál. Igen? Ez én kicserélim a helyekbe. Hát... Tudod, mennyire adom én ezt neked? Na, mennyire? Ezt 50 ír adom neked, de csak neked. Igen. Másnak nem ad, másnak 40 ír. Ó, 40 ír adnám. Másnak több ír adnám, 60 ír. 50 ezer ír adom, várjál. Na, mondjad, na igen. Hol? Ezt a csapot is vedd meg. Nincs csak ezt a csapot. Hát, mindenki ezt a csapot. Ezt, vigyel ezt is. De várjál, már ott mondjuk fel, házfelújítás van. Na, ezt is vigyed meg vele. Igen. Akkor 50, meg 17 az 67. Meg ezt tudod neked 40-be. De ezt tudod, miért adom 40-be? Na miért adod 40? Na mondjad, miért adod 40-be? De várjál már, mert nekem ilyen kivezetés kéne, ilyen két csövű. De várjál, lehet, hogy nem is ilyen kivezetése van. De várjál már, mennyi 40-be? 40-be, testvére, neked. Figyelj, múltkor néztem az egyik gyereknél 35 volt. Most át akarsz látni. Ó, drága, jó, most nem egyből át akarsz. Most hát, az a baj, hogy fekete vagyok, vagy mi? Hát ki mondta, hogy fekete vagy hiát. Viszont 40-be! Ezt is adom neked! Na fújó van? Vagy ez mi? Ezt ott mennyire adom neked? Na mennyire adom? 5000 ér! 5000 forint ír adom neked! 5000 ér? Ha! 3000 ér! A bánat van engem állad, de ütjen vágom magam, mint a bolondok! Ezek meg, ennek van jó világok, ahogy a fal mindenem. De nem baj. Ki tudja, mi volt vele? Így ez átakar, mondom, ez izé rágunk. Betyár mindenütt, hogy elírták a számot! 3000 forint! Nézd csak, na? 3, lemaradt a még két has. Két has, ne játsszál hív. Jó van, akkor adom neked 4000-be, jó? Figyelj, kettő fél ére elviszem, ne játszunk már. 2500, az úgyis kimaradt, tudom neked. Figyelj, van nálam 70 ezer. 70-be, add ide mindegyiket. Mi baj van? Apu, te látta a seprűt vele? Itt van a seprű, itt van, minden peterse. Most kihozza a seprűnket, hát az a konyhai seprű. Nem bírom. Az oldalomat, hogy mit történt vele, vagy hova estem el tegnap. Nem kellett volna postok tegnap berúgni, azt nem kapott volna ki a nyolstúl. Micsoda? Ez nem... Apa, ezt nem... Én ezt nem mondtam. Mit nem? A szám magától beszélt.
Mit csináltok? Most nézd, amit kizavar, miket az utcára, az utcán fogunk kérni. Ne félni, hát nem vagyok én, sose voltam buta. Már mindjárt kifogom, én mindjárt fundálni, hogy mi fog itt a dologba tűnni. Egy szomfiszolja. Nyugodtan esküszöm neked, hogy gyomban ülök, vadászkutya legyek, ha én bevallalok, vagy Mit? Hát számoljunk már össze, jó? Na számoljunk akkor. Na mennyi 17 meg 50? Várjál már, 17 meg 50, 60... 67? Igen, igen. 67 meg 40, 107. Iga? Én matekból kettes voltam. 107 testvérem meg ezt, igen? Akkor 2005-ben, akkor 109.500 forint, de mivel most összeszámoltam egy 500-as felszámolok, akkor 110.000 forint. Minek számoltál föl 500-at? Már így. Na, kereskedés. 110. De... Na, mondom, hogy... Nem úgy néztem itt a kintaizit. Ezt is adnak, ezt is vidd el. Ezt eladom neked. Egy ezres. Ne foglalkozz vele, jobb tesz otthon. Ha mi a falat vágjam ezzel? Az jó hangtompítós, legalább. Tik az hangtó... Ha mi a falat vágjam azzal? Nem baj, kibíz testvérem az erdőre. Na, egy ezres... Ha most jön a karácsony, várjál, most jön a karácsony. Ebben együtt adom neked 3 év. Jó? Na. Bibla már. Ezeket összeszedem neked. Na. De várjál már ez a sisak. Még? Ez izé, hegesztő. Az Darth Vader. Darth Vader. Jó, de várjál, az izék. Jó. Fúró, nem, azt nem. Azt nem adom, ezeket vigyed be fel az autóba. Igen. Vizesed ki nekem, cíped, és akkor mondom neked, garanciát vállalok rá. Igen. Mennyit válasz? Hát fél nagyon év, sokat amúgy. Fél, hát, fél évet válasz rá, aztán... Jó lesz? Figyelj, 105-ben nem tudod idődni. Szegény gyerek, most jön a karácsony, a gyereket nem esznek otthon. Nem esznek a gyerekek otthon. Hány gyereked van? Van vagy kettő. Meg izé ott vannak a testvérek. Ne játszunk már egymás. Tudod, meg mindig izé volt. Én is ismerlek már tégedet régóta. Na jó, van oké. De úgy adom akkor annyi, hogy ne hozz vissza nekem, ha nem jó se. Nem azért mi? Mondom, hogy nem jó, hanem, igen? Hogy jó, csak... Megmondani. Nem foglak megmondani, kiárom. Durrát, mondjon engem a taposra. Te nem látom kint most semmit, nem beszéltél velem, kijöttél a seprő. A többit bízám! Akkor megegyeztünk, kapos! Megegyeztünk, nyugodt legyél! Jó van, nem kapos, foglak megmondszok. Hagyni, mondom, hogy domban ülő vadkutya legyek, ha megmondom. De örül, kapos, hogy elmondtam. Szóval ezt csinált ez a baj. Engedj be! Na vagy egy gyorsan. Megyek én mindjárt. Szóval kihasználtad azt, hogy egy kicsit, hogy nem úgy álltam úgy. A témát, te meg már ebből rámugrottál, mint mesztelen béka ruhára, mi? Na már tudom, én most már menni kell. Na már jövök vissza fát vágni nem soká. Hogy teljen még az idő. Tudod, akkor nekem is legyen valami levédettségem, testvérem. Az jó Isten. Védettséget akarsz? Jó van, figyelj, testvérem, 105-be ideadod, akkor ne legyen semmelyik mindent. Jó van akkor. Csak aztán ne ugye ízünk, kapu kívül. Na, vigyük ki neki a csapot. Várj ezt a csapot. Hallod, Bálint, ez biztos jó hír. Nincsen megtőve. Fújjál. Fújjál bele. Jó, hát ki kell nyitni, nyisd ki. Nyisd ki, de nem folyik belőle semmi, nyisd ki. Na, ezzel meg megcsavarom a izéket. Várjál, várjatok, eszembe jutott még valami. Hideg van otthon? Hát nincsen befűtve, mert spórolunk. De ott, ahol lakol, hideg van ott? Hideg van, mínusz fokok vannak már. Jó, akkor ott is olyan hideg van, mint itt. Igen. Jó. De a sapkám. Azt vidd el egy 40-es bereket. Azt tudod mi? Ilyen szigetelő izé, ruha. Ja, azt fölveszem, azt valamit fog fázni. Nem, te az ablakokba be kell nyomkodni. Jaj, azt mondod ablak, azt hitte magamnak mondod. Hát az egy olyan tekercse, van vagy 60.000 forint. Akkor 70-ért, ó, 70-ért. 70, 45-ért. Gyere már, hozzátok ki. Gyere, rakjuk. Vigyed elfele. Én is idébe jöttem, máma megyek zenén, mert izébe jöttem, 50-ben. Pakolj. Tehát te élek, akkor mit? Te vett is? Jön, az is. Hozzad kifelé. Te izével megyünk zenén, nagy izét veszel. Ne, adag, nem. Mert, nézd meg az arcodat, nem, nem bele az arcodat, nézd meg milyen jó. Ne kenje bele, belevágd neki. Nagyon jó illata van, testvérem. Na, várjál, Báli, tovarok. Várjál, hallod komám ezt az ongit, nem adod neki? Ha, de fogd neked, akkor romadt. Most már menjél el, mert nagyon fenntartol engemet. Vigyed a hova? A pi. Meg a pi szagyad ide. Melyikkel? Semmelyik se, a pénzt adjad idefele. Várjál, de most vissza nem adjuk ki addig. Már nagyon érhetőt is főzöl.
Nagyon finomak. Mit csodált? Kedvencedet. Az kedvencem, és látom. Mi csinálok a kalácsokat? Stefán! Stefán! Na most megint azt kapod, amit az este kapta. Állj! Mit? Nem most azt sem volt vele. Nem vagy vízeg! Nem vagy vízeg! Nem vagy vízeg! Tette magát, nagyon akkor zsivány. Akkor te csináltad ezt tegnap? Jaj, de zsivány! Én csináltam, és a legközelebb meg! Ha még egyszer! Még egyszer! Ha még egyszer! Így jössz haza! Így! Jaj, haza! Jaj, meg itt! Több még egyet, igen, vágom! Érted? Olyat csapok rá, hogy egy zsírfon belemett a falon! Hely, rajtam! Hát át kell oda, hogy engemet valaki megmerjen ütni. Kapolt eddig 100-szor. Na nyugodtan most már! De te is! Na, akkor vért eszedbe jól. Többet ne így áll, és karácsonyon szeretet ünnepe! Úgyhogy viselkedjél! Na, hogy itt berúgjál a karácsony ünnepére a vendég nincsége. Nyúlmondja magad, hogy mikor vigy a vadász a puskát? Nem egy kicsit turba lenne egy kicsit? Hát én megmeresztelek tégedet, te kinyúvasztalak! Megmereszt. Megmeresztett idődet! Bevert az aurumat mind. Stefán, én nagyon verem apádat, szóval olyan neki. Mit hagyd, hogy megyek én kifele innen magamnak, innen biztos. Szóval nincs! Ahova akarok, és nem mondom meg, hogy hova megy. Meg inni, meg inni. Oda megyek a... A cumi süveget jobb lesz elfelejted. Érted? Te meg jobb lesz elfelejted a bunyók, mert egyszerűen elkínsel. Elkínsel. Hamarabb itt. Mondd egyszer, hogy nekem jön. Jó, hát azt tudod, hogy nem hagy, nem, most se hagytam, tudod? Jó, hát nem félek egy tűnös, nem most se hagytam, hogy lefogtam egy az elejét? Hát lepokszolom, én ültet egy-kettőre. Szóval te megpokszolom, hogy elező ültetve. Tyson-nak a fia vagy, vagy a papája vagy. Ó, papája! Mamája vagy. Jó, van, ne vicceledjél már, Stefán, ilyesmivel, felmérget. Nézd meg el, hogy kipróbált engem, nem érted, milyen zsivány? Nagyon zsivány, hát nagyon-nagyon zsivány. Istenem! 100 ördög van benne, meg egy kis palac. Nagyon huncud. Nagyon sok volt a szenvedés, nagyon sok volt a könnyezés, szegénység tombolt is bánatos. A szegény anyám bánatos, mit tegyem ma a családom, fáj a szívem, Isten segíts minket. Anyám, anyám, drága anyám, köszönjük, hogy vigyáztál leám. Thank you.
lettek a gyermekek.